Immáron 6. alkalommal rendezte meg a Calvin téri iskola püspöklarány általános iskolásai számára a Calvin kupát, ám ez volt az első olyan, amelyen mind a 3 játéknapon, mind a 4 ladányi iskola képviseltette magát. A Calvin kupa idén 6 éves múltra tekint vissza, és ez az első olyan évünk, amelyik mindhárom nemben, mindhárom mérkőzés nemben, mind a 4 püspökladányi általános iskola képviselteti magát. Először mindig a Várméttával szoktuk kezdeni, ahol alsósok vesznek részt. Ők az első néhány évben nem voltak, később csatlakoztak, hiszen nagyon nagy szükség volt, úgy éreztük, hogy az alsósok is megmérkőzhessenek valamilyen formában egymással. Tehát kezdődik ugye a Várméttával, utána folytatódott a fiú kézilabdával, és a lány kézilabdával zárul. Tehát már most annak örülünk, hogy minden ladányi iskola tudja ilyenkor megmozgósítani a gyerekeket, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy találkozzanak, megismerjék a másik iskola tanulóit, illetve a testnevelők is egyfajta tapasztalatcserének is felfoghatják ezt, hiszen látják, hogy hogyan állnak a kézilabdában. Azért is fontos ezt, hiszen mindegyik iskolának van egy sajátos, speciális kupája. A Petri telepi iskola évelején hirdeti meg, aztán utána folytatódik a Bene Gyula kupával, amit a Petőfi iskola szervez. Folytatódott aztán az Erőssel, és tulajdonképpen mi zárjuk a kupáknak a sorát. Tehát valamilyen mérkőzés, egymással való megmérettetése nagyon jó lehetőséget ad ez a sportverseny. Január 8-án az alsó tagozatosok Várméta játéka nyitotta az idei Calvin kupát. Ezt a rendező iskola csapata nyerte meg, az Erős, a Petőfi, valamint a Petri telep előtt. Január 8-án következett a felsős fiú kézilabda csapatok villámtornája, amely végül a Petri telep győzelmével zárult. A döntőben magabiztos játékkal verték a házigazda Calvin tért, amely így a második helyen végzett. A bronzmeccs nagy csatában dőlt el az Erős iskola javára, így a Petőfi lett a negyedik. A hagyományoknak megfelelően külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A legjobb kapus a Petriből Farkas Bence lett, a legjobb játékosnak a Calvinos Horváth Albert bizonyult, míg a torna gólkirályi címét a Petőfis Keserű Krisztófer szerezte meg. A felsős lányok kézilabda villámtornájára január 15-én került sor. A fiúkhoz hasonló volt a lebonyolítás. Az összesorsolt csapatok közül a vesztesek a harmadik, a győztesek az első helyért mérkőzhettek. A döntőbe végül a Calvinos, illetve a Petris lányok kerültek, míg a bronzmeccset a Petőfi és az Erős játszotta. Érdekességként említhető, hogy míg egy héttel korábban a fiúk rendre szoros eredményeket értek el, addig itt a lányoknál szinte mindig nagy arányú győzelmek születtek. Így a harmadik helyért az Erős 13-2-re verte a Petőfit, míg a döntőben a Calvin tér 8-2-re nyert a Petri ellen. A tornát tehát a Calvin tér nyerte a Petri telep, az Erős, valamint a Petőfi előtt. A legjobb kapusnak a Calvinos Cicás Nórát választották a szervezők, a legjobb játékosnak a Petri telepi Kis Judit bizonyult, míg a gólkirályi címet az Erős iskolából Zsikla Norina hódította el.